Múlt héten kezdődött a nyári szünet, a parkolók már is tele vannak Nyíregyháza turista övezeteiben. A város leglátogatottabb részein segítik majd a rendőrök munkáit a Turistpolis elnevezésű szolgálatban, ahol a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot teljesíthetik. Sok ismerősöm ajánlotta ezt, mert meséltek róla, hogy itt nagyon szerettek itt lenni, és sokan még az egész 50 órájukat itt töltötték le, és tényleg azt mondták, hogy nagyon nagy élmény volt, és az ismerőseim többsége jól beszéli a nyelveket, és azt is mesélték, hogy tudták kamatoztatni a nyelvi tanulmányaikat itt. A diákok többek között szórólapokat osztanak, amelyeken jó tanácsokkal látják el a kirándulókat. A turisták elvárásaiban ma már fontos szerepet játszik a biztonság, ez a szempont felértékelődött az elmúlt években, ezért is fontos a Turistpolis szerepe. A kezdeményezés már évek óta működik Nyíregyházán. Az idei évben 16 olyan középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, akik diákokat közvetítenek hozzánk ezt a kötelező közösségi szolgálatot, ami az érettség előtt nekik le kell tudni, gyakorlatilag igénybe vesszük. Ezáltal segítünk az iskoláknak is, és segítünk a diákoknak is, ők pedig nekünk gyakorlatilag a nyelvtudásukkal és a szóróanyag, bűnmegelőzési anyag úgymond terítésében a frekventált területeken. Hétfőtől péntekig bűnmegelőzési rendőrök mellett járőröznek majd a diákok, egy tanuló naponta 3 órát dolgozik. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 50-60 diák részvételére számít a rendőrség.